Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! A következőkben a Nidavellir című játékkal fogok foglalkozni. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Amikor először kézbe vettem a Nidavellir szabálykönyvét, akkor kikerekedett a szemem, hogy 24 oldalas, húha, biztos, ami nagyon bonyolult dologról van szó, nem. Más okból hosszú a szabálykönyv, de erről majd egy picit később. Először gyertek, fussunk át a szabályokon röviden, utána pedig elmondom pár gondolatomat erről a törp gyűjtögetős társasjátékról. Lássuk! Így néz ki a Nidavellir című társasjáték, hogyha három játékosra készítettem elő. Ebben a játékban a játékosok célja a lehető legbátrabb törp sereget toborozni, hogy Fafnirral a sárkánnyal szemben a legügyesebben lépjenek fel. A játékos a körében licitálni fog, három kocsmában lesznek megtalálhatóak a törpék, és pénzt rendelnek ezekhez a kocsmákhoz a játékosok, hogy a lehető legrátermettebb, legügyesebb törpéket szerezzék meg, ugyanis két húzópakliban, egy egyesület vagy kettessel ellátott húzópakliban vannak a törpök, akiknek meglehetősen változó bátorsága, rátermettsége van. Ötféle színben találhatóak meg törpék, illetve van egy hatodik szín, amit egy picit más helyre gyűjt a játékos. És ez egy szetgyűjtögetős játék, ahol a játékos megpróbál azonos színből a lehető legtöbbet gyűjteni. Öt színnek ötféle pontozása van, ezen kívül még van egy extra, de majd egy icipicit később. Tehát alapesetben, ha egy színből minél többet gyűjt a játékos, annál több pontja lesz. Viszont érdemes különböző színűeket is gyűjtögetni, mert amint öt különböző színt begyűjtött a játékos, abban a pillanatban a játék egy picit megáll, és az adott játékos választ a nevesített törpék közül, amely más pontozást fog a játékosnak segíteni. A játékosok kapnak egy pici játéktáblát, öt érmét, mindenki ugyan ezzel az érme készlettel kezdi a játékot. Ezen kívül ilyen kristályokat, nem szeretnék minden terminus technicus tartani, a célom az, hogy egy gyors átfogó képet adjak arra, hogy pontosan miként működik a játék. Ezek a kristályok arra lesznek jók, hogyha két játékos ugyanolyan érmét tett volna egy kocsmához, akkor ez a mérvadó, akinek nagyobb ilyenje van, ő választ előbb, igen, nem, de utána cserélni kell az egyenlőségmentett játékosok között a kristályt, és egy picit alakul majd ezen kristályoknak a pozíciója. Tehát egy forduló elején mindegyik kocsmában játékos számnak megfelelően felcsapunk törpéket. Ez teljes mértékben véletlenszerű, egy alapos keverést követően történik mindez. És így szépen lassan megérkeznek a törpék a kocsmákhoz, is így láthatják a játékosok, hogy mire megy ki a játék, és mivel ez egy családi játék, nagyon békés természetű tud lenni, az egészen bizonyos, hogy minden játékos kap majd törpét, tehát törpéhez fog jutni, és miután ezt meglátták a játékosok, mindenki a markába rejtve titkosan a megfelelő kocsmához rendel egy bizonyos pénzérmét, annak reményében, hogy előbb tudjon választani, mert hát nagyon nem mindegy, hogy valaki a 10-est vagy a 8-ast tudja elvinni, és a játékosok között így alakul ki egy bizonyos verseny. Igen ám, de ha megnézitek, akkor itt van egy ilyen pici kis állvány, ami nagyobb értékű érmék vannak. A játékosoknak lesz lehetősége fejleszteni ezeket az érméket, ennek a játéknak egy nagy innovációja ez. És ha megnézitek, a nulláson van egy bizonyos jelölés, ez azt mondja, hogy lehet fejleszteni az idetett érmék közül a nagyobbikat, az itt látható tálcán a megfelelő számértékűvel ellátott érmével, abban az esetben, hogyha nullásat valamelyik kocsmához rendelte. Ez a játéknek egy izgalmas döntése, hogy valamelyik kocsmához nullással fog menni, úgyhogy jó lesz nekem a wrestler is, teljesen mindegy, hogy ki, viszont akkor a játékos tud fejleszteni. A nullást beteheti ide is, viszont akkor nem fejleszthet, tehát akkor nagyobb érméket tett a kocsmában, nagyobb versenyhelyzetet teremtett, de hogyha a játékos valami kocsma az nullást tesz, akkor bizony fejleszthet érmét. Ez a játékos ezt a leosztást választja, a maradékot oda alulra teszi. Ez a játékos azt mondja, hogy jó, számomra ez a leosztás lesz. Nagyon fontos, ezt a játékosok szimultán egyszerre teszik. Ez a játékos pedig azt mondja, hogy jó, nekem ez így lesz a lehető legkényelmesebb, és a számozásnak megfelelően először is a zöld, habókos goblin kocsmával kezdik el a játékosok a kérték, és mindegyik játékos felfordítja az ahhoz a kocsmához tett érméjét, és amelyik játékos a legnagyobbat tett, ő választ először, abban az esetben, ha egyenlőség lenne, akkor akinek nagyobb kristálya van, ez a játékos választ előrébb, hát nyilván a nagyobb számot szeretné elvinni, és ezt odaigazítja a saját kis rendszeréhez, és az a két játékos kicseréli ezeket a kis kristályokat, és a későbbiekben egyenlőség esetén már ez a játékos jár jobban, ő ezt innen elviszi, és ez a játékos pedig szépen elteszi a maradékot, maradt törpicseket. Megyünk a következő krimóba, a következőben a sárkányban a játékosok ezeket az érméket rendelték oda. Ez a játékos tette a legnagyobb érmét, úgyhogy ő megy először, ő rágyúr a kékre, meglehetősen komoly számokat
írhat már magának, ez rögtön 21 pont a játék végén. Jön a következő játékosunk, aki a kettes tető, azt mondja, hogy ő el szeretne indulni a zöld gyűjtögetésével. Az, hogy miképpen pontoznak a törpék meg a különféle színekor, majd egy picit később, a maradék játékosunk pedig megelégszik a maradékkal, a harmadikkal, és igen, nem, de oda tett egy nullást, tehát ő pénzt szeretne beváltani, amikor megnézi, hogy az erszényében milyen két érme van, ezt a két értéket összeadja a játékos, és ennek az értékében elveheti ezt az érmet, és a nagyobbat viszont kidobja a játékból, tehát a játékos mindig öt érméje lesz a játékosnak, ez a játékos fejlesztett egyet, és azt már a következő fordulóban fel is használhatja ezt az érmét. Megyünk tovább a harmadik kocsmához. A harmadik kocsmához rendelt érméket felfordítják a játékosok. Aki a legnagyobb érmét tette, ő veszel először. Ő azt mondja, hogy jó, ő szeretne különbözőeket gyűjtögetni. A hármas értékű pénzt, tehát játékos vesz most másodjára. És harmadikként pedig ez a játékos helyszűkében, most egy picit közel hoztam ezeket a táblákat egymáshoz, de talán a lényeg így is átlátható. A nullás érmét tett játékos pedig az ötösét meg a négyesét benne hagyta az erszénybe, 5 meg 4 az 9, tehát egy 9-es értékben vehet el a játékos. Ha megnézitek, bizonyos érméket eltávolítottam a játék elé, a játékszabály mondta, hogy ha 2-3-ban játszok, akkor nem minden érme elérhető. Érdekes hogy a játéknak, hogyha most kéne úgy, hogy nincs 9-es, valamelyik játéknak 9-es tervén, akkor az egy ilyen nagyobbat veheti el, és így kapott egy gratis érme értékesedést. Az 5-öst visszateszi a közös készletbe, és a 9-es magához teszi a játékos. Így nézett ki egy forduló, következő forduló elején visszaveszik a játékosok az érméiket a kezükbe, és indul egy újabb licit kör, mindegyik játékos kézbe veszi az érmeit, és eldönti, hogy mennyire szeretne hamarabb menni törpékért. Itt van egy különleges kártya, ez az érmeértékesítő, abban a pillanatban, amikor a játékos elveszi, akár egy már korábban letett érmét értékesítheti, és felváltja egy hárommal nagyobbra az itt látható tálcán, akár az erszényben lévőt, akár egy korábban lévőt értékesít, nagyon hasznos kis lap tud lenni, a második korszakon ebből egy plusz 5-ös van. Most menjünk végig a különféle törpéknek a pontozásán, mert mindegyik máshogy pontoz, és mindegyiknek megvan a maga érdekessége. A törpepontozások közül a legegyszerűbbnek mondható talán ez a zöld, illetve a lila. Mindegyik kasznak megvan a maga neve, hogy felfedező, kalandor, esetleg harcos. Ezt most igyekszem lazán kezelni, szorítkozván a lényegre. A zöld meg a lila minél több van belőle, annál jobban pontoz. Hogyha megnézitek, a zöld később pontoz jobban, a lila meg akár kevesebb esetén is több pontot biztosít. És ott van egy pici szám, hogy ha a játékosnak van 8 darab zöld kártya, akkor az 64 pont a játék végén, esetleg, hogyha csak 4 lilája van, akkor az 18 pont a játék végén, összesen a teljes szett. A kékek annyi pont, amennyi rá van írva, itt semmilyen más összefüggés nincs, ebből sokat gyűjtöget a játékos, akkor annak nagyon örül. A pirosra is rá vannak nyomtatva számok, igen ám, de akinek a legtöbb ilyen csíkja van, tehát aki a legnagyobb ranggal rendelkezik, ő megkapja még a legnagyobb érmének az értékét. Tehát abban az esetben, hogyha a játékosnak, az adott játékosnak van a legtöbb ilyen piros csík, a legnagyobb ranggal rendelkező harcos serege, és nála van mondjuk egy ilyen 20-as érme, akkor a 20-at még hozzáadhatja ahhoz a teljes értékhez, de ezt csak is azt teheti meg, aki a legtöbb ilyen ranggal rendelkező harcos törpe csapatot birtokolja, és ami még picit nyakatekert pontozás, az a narancssárga. A narancssárgákból érdemes számokat és rangokat is gyűjtögetni, és a teljes számértéket összeszoroljuk a rangsávok számával, tehát például, hogyha 4 ilyen csíkja lenne a játékosnak, és összesen 3 számértékből 3x4, 12-t ér a teljes szett, tehát a számok szózódnak fel tulajdonképpen a csíkok számával, és a játékosok eképpen ügyesen balanszolva és az érméket fejlesztve gyűjtögetik a törpe sereget, és figyelnek arra, hogy megpróbálnak különbözőeket is gyűjtögetni, mert hogyha begyűjtött a játékos 5 különfélét, akkor választhat ebből a teljes látható szedből. Itt vannak például érdekes döntésre rendelkező törpök, hogyha egy ilyen szürke törpje van a játékosnak, amit a játékos tábla másik oldalára tesz, akkor 13 pont, a 2-t akkor 40, a 3-at 81, és így szépen exponenciálisan nő a testvérekért begyűjthető pontok száma, de elképzelhető, hogy a játékos más ilyen szettet szeretne erősíteni, hogyha például a játékos a zöldek gyűjtögetésére rá, akkor elképzelhető, hogy Dagda értékes lett, mert ő rögtön 3 ranggal rendelkezik, igen ám, de másik két szett csík vagy szett sornak a legfelső lapját el kell égetni a játékosnak, ez egy érdekes alkú. Van olyan törp, aki rögtön fix pont számmal rendelkezik, és azt mondja a játék, hogy ő 17 pontot ér és kész. Van egy csomó más, ami más egyéb összefüggéssel hozza játékba magát, mindenféle izgalmas történet lehet, aminek nagy jelentősége van, hogy amint az egyes korszaknak elfogyott az összes kártyája, akkor végig megyünk minden egyes
kaszton, és a kaszt többséget szerzett játékosok különleges képességeket kapnak, és a játék addig tart, amíg a második korszaknak a kártyáit is fel nem csaptuk. Ezután a játékosok egy pontozó összesítő segítségével megszámolják, hogy a különféle kasztokból hány pontot gyűjtöttek, és így, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, ő lesz a Nidavellir című játék győztese. A Nidavellir legérdekesebb része, hogy két különleges dolgot, a licitálást meg a szedgyűjtögetést ötvözi, és atya ég de jól. Hihetetlen izgalmas cím, és hogyha valaki kíváncsi 2021 legjobbjaira, akkor szerintem a Nidavellirt próbálja ki. Szeretem azokat a helyzeteket, amikor úgy játszom egy játékkal, és mosolyogva konstatálom, hogy amikor majd következő év elején összegyűjtjük 2021 legjobbét, a Nidavellir közte lesz. Mert fantasztikusan családi, okos, picit innovatív, és bőven megvan benne az az érdekesség, hogy el tudom dönteni Nidavellirt, miért játszom, miért érdekes, miért különleges, és miért könnyen beazonosítható játék. A két mechanizmus, a szedgyűjtögetés és a licit rendszer, az egyik talán egy picit könnyebben emészhető, nagyon sok játék használja a szedgyűjtögetést, ez a meglehetősen könnyed, a gyűjtögesd, de okosan mechanizmusa. A másik pedig a licitálás, ami sokaknak egy picit komfortzónából kilépő élmény lehet. Nagyon sok licitálós játék van, az egyik legfontosabb cím Dr. René Knizia Modern Art című játék, amely nagyon szépen körbejárja ezt a témát, és sokszor elég kemény. Ugyanis nagyon sokszor, amit beadok pénzt, én azt elveszítem, és elképzelhető, hogy a pénzemért nem kapok semmit. Nos, ez nincs a Nidavellirben, az egyik legbékésebb természetű licitálós játék, mert legrosszabb esetben is kapok valamit, és ettől nagyon családi lesz a hangulat, sose veszítek pénzt. Sőt, rögtön győzelmi ponttal indítom a játékot, és most jön a plusz csavar, hogy az a pénz, amit nem használtam fel, nagy eséllyel fejleszteni is tudom. Tehát a játékosnak az élménye az játék közben, hogy kapok, mint az állat. Egy igazi pontcsalátáról van szó, még öten is, 100-200 pont felett tudunk végezni, és az az élményem, hogy bármit csinálok, valami jön. Hű, de jó érzés ez. Tehát az egészen biztos, hogy a haladás, a gyarapodás élményével ajándékozza meg a játékosokat ez a játék, ami abszolút családivá teszi, de azért van egy-két faramuci trükkös megoldás, és segít a játék szabály, hogy bizonyos alkatrészeket ne használjunk, bizonyos inkább haladóbb játékosoknak való. Tehát az élményed az lesz, hogy kapsz rengeteget, ahhoz képest, hogy az első látás a licit, az a van mit veszteni valóm, legrosszabb esetben valami pozíciót fogsz veszteni, és most kötődik össze a kettő, a gyűjtögetéshez licitálunk alkatrészeket, és elképzelhető, hogy valami neked nagyon szépen épül, rengeteg pontod lesz mondjuk a zöldből, és elviszégetik a zöldeket előled, mert ők is bizonyos szempontból érdekeltek benne. Maximum nem haladsz annyira. Ami szerintem, mivel 45 perces játékról van szó, nem akkora nagy veszteség. Szedgyűjtögetés. Alapvetően két félét különböztetek meg, a gyűjts különbözőt és a gyűjts azonosat, és ez a játék gyönyörű szépen szinkronizálja a kettőt. Érdekelt vagyok ugyanazt gyűjteni, mert exponenciálisan nő az a bizonyos győzelmi pont, amit az adott fajtáért kaphatok, és azt nyilván látják a többiek, és mérsékelten lesznek motiváltak az én pont gyűjtögetésemben, és motivált vagyok arra, vagy rásarkal a játék, hogy gyűjtsek különbözőeket, mert jöhetnek a törpék. Ez az egyik legizgalmasabb és gamer fejrobbantóbb élménye, amikor számol a gamer, és fantasztikus tünemény, hogy a 10 éves, akár 8-10 éves játékos is találkozhat ezzel a játékkal, tök élménye lesz, és ott a gamer, aki számol, aha, stratégiát fogok hozni, masszív stratégiai döntés, ki lesz az első törpém. Az ikrek közül vegyek fel, amely onnantól kezdve picit biztonsági játékot játszom, abban leszek érdekelt, maximum más nem nagyon játékos számtól függően nem tudom hány sort tudok befejezni, de hogy ha elinduljuk abba az irányba, vagy vállaljuk kockázatot, és most kevés pontot ér, de nagyon jó kis klassz helyzetet terem számomra is. De izgalmas, hogy látok mindent. Tehát nem az van, hogy most ebben a játékban egy-két törpe különleges képességű törpicsek került játékba, hanem mindegyiket látom, és válasszak. És elképzelhető, hogy valaki elvitte azt, ami majd kombózik az enyémmel, úgyhogy van egy nagyon jó kis verseny. Úgyhogy összességben a Nidavellir friss, innovatív, nagyon 2021-esnek érződik. Én nagyon örülök, hogy megjelent magyarul, sok háztartás bejuthat. Viszont mindenképpen beszélnék pár olyan aspektussal a játéknak, ami egy picit talán árnyalja ezt a képet. Az első, a legkézzel foghatóbb az arcolat. Törpök, érzek történetmesélő szándékot. Érzem, hogy azért törpök, mert a törpök világában meg a Fafnir a sárkány, és nagyon szép gesztus a kiadó részéről, hogy minden egyes névvel rendelkező törpének ad pici kis háttértörténetet. Nagyon sok játék ezt megúszta, itt nem éreztem ezt a megúszást. Habár ez a törpeket a kocsmából gyűjtögetünk téma nekem egy picit olyan régből kapott, de ha már ez van, akkor nagyon szépen meg van építve, úgyhogy valószínűleg ezért 24 oldal a szabálykönyv, mert nagyon ráérősen, bőségesen, terjedelmesen meséli a játékvilágát. Nekem ezek a kormos törpék mindegyik fekete, mindegyik szürke, mindegyik ilyen
Na nézd rám, mert csúnya vagyok. Hangulatú emberkéket gyűjtögetni. Szoknom kellett, valakinek jobban bejött, nekem egy picit kevésbé, de nagyon hamar inkább már csak a számértékeket, a pontokat, illetve a pontgyűjtési lehetőségeket láttam az alkatrészeken. Ami talán egy picit érdekesebb saját, hogy általában a licitálós játékok ketten olyan nagyon alacsony téttel rendelkeznek. Ketten nagyon kényelmesen elférünk egymás mellett. Minden kocsmában 3 lapot csapunk fel. Ó, gyerekek, nem kell, hogy nagyon megerőltessem magam a sikerért. Ha 4-en, 5-en, azért meglehetősen szűk, és nagyon ki vagyok szolgáltatva a többiek döntésének, és szerintem 2-en meg 5-en szélső játékos értékkel mérsékelten jó az élmény. 5-en azért, mert nagyon random. Én kitalálhatok valamit, de tuti, hogy el fogják vinni, és picit adminisztratív lesz ez a bizonyos kristályoknak a cserélgetésével. Szerintem a legjobb 3-an 4-en, 3-an 4-en varázslatos családi élménye lehet azoknak, akik kipróbálják a Nidavellit és bizalmat szavaznak neki. A másik bizonyos törpképességek kérnek játékszabály böngészést, és utána is olvastunk egy picit, hogy van egy törp, ez az Uline, a látnok. Olvastam végig a fórumokat, hogy mennyire törje el a játékot, mennyire viszi el furcsa irányba, mi egyszerűen nem használjuk a játékban, hogy nem, az nem kerül bele. Egyébként tanácsol is, hogy első játék alkalommal ne feltétlen legyen bent. Alapvetően szerintem balanszolt a játék, nem nagyon éreztem azt, hogy valamit kell csinálni, és akkor nyerem a játékot. Kíváncsi vagyok, hogyha érkezik hozzá kiegészítő, nagy valószínűséggel fog, akkor milyen irányba viszi el a játék világát. A komponens minőséggel alapvetően elégedett vagyok, a kártyák jók, bár az a bizonyos fejleszthető korong, tároló, szekrényke, állvány, pontokon picit rozogácskának éreztem, szerintem érkeztek már ebben a témában a jobb megoldások, de alapvetően minden funkcionális. A Nidavellir társasjátékot elsősorban a picit haladóbb, az egy-két játékszabály ismerettel vagy tapasztalattal rendelkező játékosoknak ajánlom, akik kipróbálnának valami különlegeset. Nagyon sok társasjáték ihletődik innen-onnan, itt is nagyon fontos, nagy, szép megoldással rendelkező játékokra kacsint a játék, mint például Rennek Nécennek a Rá című játékára, de nagyon szépen ötvöz, modern hatást kelt, és szerintem kifejezetten méltó a figyelmetekre. Nagyon szépen köszönöm a Reflexornak ezt a játékot, hogy bemutathattam nektek. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek, dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többek keze is van ez a társasjátékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó törpgyűjtögetést és jó játékot. Sziasztok!